Mennyei édesatyánk, áldunk téged azért, hogy megújul minden reggel nagy a te hűséged. Köszönjük, hogy ha mi hűtlenkedünk, te akkor is hű maradsz, mert magadat meg nem tagadod. Köszönjük a te hűséged minden jelét, amit a múlt héten tapasztalhattunk. Köszönjük azt a sok testi és lelki áldást, amit készítettél. Bocsáss meg, hogy némelyiket észesen vettük. Bocsáss meg, ha megszoktuk, hogy te jó vagy. Hogy könyörületes és irgalmas az Úr, és késedelmes a haragra. Áldunk azért, hogy nem bűneink szerint cselekedtél velünk, és nem fizettél nekünk a mi álnokságaink szerint. Ezért engedted meg azt is, hogy itt lehessünk ma reggel. És ezért lehetséges az, hogy a te jelenlétedben vagyunk együtt. Köszönjük, hogy itt van Isten köztünk. Kérünk téged, hogy ennek megfelelő alázattal tudjunk mi itt meghajolni előtted. Kérünk téged, hogy ehhez méltó komolysággal hallgassuk a te igédet. Te pedig végezd el azt a csodát, hogy az, aki hirdet is hallja itt az igét, adja néked a szívét. Hiszen az, ami nagy bajunk, hogy nem egészen a tiéd még a szívünk. Beszélünk rólad, de nem szolgálunk neked. Nem mindenben és mindenünkkel szolgálunk neked. Sokszor éppen otthon a magunk házában akarunk uralkodni. Bocsáss meg, ha nem te vagy az Úr otthon a háznál. Kérünk téged, hogy a te igéd és szent lelked világossága ragyogjon be most életünk minden sötét sarkába. Leplezze le mindazt, ami még tisztátalan, és tisztíts meg minket minden bűntől. Áldunk téged azért, hogy ha megvalljuk bűneinket, te hű és igaz vagy, és megbocsátod bűneinket, és megtisztítasz minket minden hamisságtól. Ezt a te tisztogató, áldott, újjáteremtő munkádat kérjük most. Amen. Isten igéjét, amelynek alapján az ő szent lelke segítségével az ő üzenetét hirdetem néktek, Pál apostolnak Timóteushoz írja az első levele, második részének a 8. verséből így olvashatjuk. Akarom azért, hogy imádkozzanak a férfiak minden helyen, tiszta kezeket emelvén föl, harag és versengés nélkül. Kedves testvérek, március első vasárnapján mindig presbiteri csendes napot szoktunk tartani gyülekezetünkben, és most is már hetekkel ezelőtt azt kértem Istentől, hogy mutassa meg, mi az az üzenet, mi az az ige, amit erre a napra készített nekünk. Ezt az igét kaptam, amit most hallottunk. És már is nyilvánvaló belőle, hogy ez az ige nem csak presbitereknek szól. Vannak olyan igék is a Szentírásban, főleg a páli levelekben, amelyek kifejezetten a gyülekezet véneinek, presbitereinek szólnak. Ez az ige nem. Pál itt azt mondja, hogy akarom, hogy imádkozzanak a férfiak minden helyen, tiszta kezeket emelvén föl, harag és versengés nélkül. A gyülekezeti istentisztelet rendjét szabályozza Pál apostol ebben a fejezetben, itt a Timóteushoz írt levélnek az elején, és ennek kapcsán említi meg ezt is, hogy a férfiak imádkozzanak minden helyen, tiszta kezeket emelvén föl, harag és versengés nélkül. Nem csak presbitereknek szól tehát ez az ige, és hadd egészítsem ki mindjárt jó lelki ismerettel így, hogy nem is csak a férfiaknak, annak különös oka van, hogy Pál itt hangsúlyozza a férfiak imádkozását, hiszen tudjuk azt, hogy a Krisztusban nincs férfi sem nő, és nincs ilyen ige a Szentírásban, hogy az asszonyok pedig ne imádkozzanak. Nyilvánvalóan mindannyiunknak egyformán nagy lehetőségünk az imádkozás, nem is kötelességünk, lehetőségünk, csodálatos visszanyert jogunk, erről volt szó néhány héttel ezelőtt, nem akarom most ezt ismételni. Ennek a mai igének az alapján 4 olyan üzenetet értettem meg, ami azt hiszem mindannyiunk számára érvényes és időszerű, valami miatt kiváltképpen a férfiaknak. Ez a 4 üzenet a következő. Isten igéjének állítása szerint az imádság munka. Másodszor az imádság férfias munka, harmadszor rámutat ez az ige arra, hogy az imádságnak, vagyis ennek a munkának
vannak akadályai, végül azt mondja, hogy ennek a munkának megvannak a maga feltételei. Először tehát azt olvashatjuk ki ebből az igéből, hogy az imádság munka. Ez így kifejezetten nincs itt ebben a mondatban, de Pál apostol valahányszor az imádkozásról ír, mindig kicsendül a szavaiból, hogy ez olyan munka, amit ő speciál folyamatosan végez. Ez az ő egyik fő foglalkozása. Erről is volt szó néhány héttel ezelőtt, hogy a legtöbb levelében ott van ez a vallomás, hogy szakadatlanul könyörgök értetek. A környék legkülönbözőbb helyein fekvő gyülekezetek tagjainak írja ezt, hogy szüntelen az én imádkozásom, szakadatlanul könyörgök értetek. És valóban minden helyen, ahova elvetette őt a szolgálata, képes volt imádkozni. Betegen, súlyos betegen, börtönben, bilincsek között, elhagyatva, csalódások után, közvetlenül a vértanú halál árnyékában, várva a döntést, hogy halálos ítélet, vagy szabadon engedik, vagy bizonytalan ideig minden ok nélkül még tovább is fogva tartják. Elképesztő helyzetekből írja ezt a legnyugodtabb hangon, hogy én pedig szüntelenül imádkozom értetek. Mivel foglalkozott az apostol? Valóban úton, útfélen, börtönben, tanítás közben. Azzal, hogy imádkozott. Ez volt a foglalkozása. Munkának tekintette ezt a nagy lehetőséget, hogy imádkozhat azokért, akikért egyébként ezekben a helyzetekben semmit nem tehetett. És mégsem emiatt panaszkodik, hogy én már semmit sem használhatok nektek, hanem munkához lát, megfogja férfiasan a dolog végét, és elkezd szüntelen imádkozni. Én azt hiszem, hogy ez a legtöbbünknek csak üres szó. Aki ezt nem próbálta még ki, el se tudja képzelni, mit jelent az munkaképpen imádkozni. Időt szánni rá, koncentrálni órákon át, számba venni mindazt, amit Isten rám bízott, embereket, ügyeket, feladatokat, a magam mulasztásait, az ő nagy tetteit, amiket elsorolhatok az imádkozásban, munkaként élni az imádság jogával. Nyilván a hívő ember kegyességének egyik része is az imádság. Nyilván a hívő ember örme is az imádság. Akár egy-egy rövid fohász mond Istennek, akár leül otthon és hosszabb időt szánhat arra, hogy elcsöndesedve imádkozik. De ezen túlmenően Isten igéje azt állítja, hogy munka is az imádkozás. Csak két nagyon fontos igét hadd említsek. Az első keresztény gyülekezetben, a jeruzsálemi ős gyülekezetben Jézus Krisztus apostolai kezdték el a munkát. Mindenféle munkát ők végeztek, aztán olyan gyorsan nőtt a munka mennyisége, hogy egy idő után látták, hogy nem tudják egyedül végezni. Különösen a szeretett szolgálatra volt nagy szükség, nagyon sok elhagyott, magányos, özvegy, állva élt, akikről semmiféle szociális gondoskodás nem történt, és jellemző, hogy Jézus tanítványai az első pillanattól kezdve észrevették, hogy ez az ő dolguk. Nem csak prédikálni kell az embereknek, hanem gondoskodni is kell azokról, akikről senki más nem gondoskodik. És egyszerűen nem bírták az apostolok a megnövekedett diakóniai munkát. És a Cselekedetek könyve 6. részéből arról értesülünk, hogy összeült a gyülekezet, hogy megbeszéljék, hogy mit évők legyenek. És akkor munkamegosztást alkalmaztak. Választottak 7 diakónust, 7 férfit, akik főfoglalkozás szerűen az elhagyottakról gondoskodtak. Miért? Nem azért, hogy az apostoloknak kényelmesebb életük legyen, vagy hogy leesett volna a nem létező gyűrű az ujjukról, hogyha ők gondoskodnak. Nem, ők csinálták ezt sokáig. Csak egyszerűen rájöttek, hogy az ő sajátos munkájukat nem tudják olyan komolyan végezni, ha ezt is végezniük kell. És a Cselekedetek 6.4 így hangzik, ezt mondja Péter a többiek nevében, hogy ti végezzétek most már a diakóniát, az asztalok körüli szolgálatot, mi pedig megmaradunk a könyörgésnek és az ige hirdetésnek a munkájában. A könyörgés és az ige hirdetés mint munka, mégpedig úgy, hogy a könyörgés oda kerül az ige hirdetés mellé, ez, hogy az ige hirdetés munka még csak-csak elképzeli, vagy elhiszi az is, aki soha nem próbálta ezt, hogy arra mégis készülni kell, imádkozni kell, össze kell szedni a gondolatokat, megtanulni, elmondani, az valami munkát mégis jelent. De ez, hogy könyörgés,
És ezt eléje teszi Péter. Ez a mi első számú feladatunk, a könyörgés, mint munka, és az ige hirdetés, amit Jézus bízott ránk. És hogy ezt a mi Jézustól kapott feladatunkat jól végezzük, kénytelenek vagyunk más feladatokra másokat megkérni, mert nem győznénk. Ezt viszont nem lehet elhagyni. Aztán a 2. Korintus 1.11-ben ezt írja Pál a gyülekezetnek, miután röviden érzékelteti, hogy milyen nehéz helyzetben vannak, és milyen sok küzdelmet jelent az evangélium hirdetése. Hálát adunk az Istennek, hogy ti is velünk együtt munkálkodtok az életünk való könyörgés által. Fantasztikus állítás. Több száz kilométerre volt akkor Pál Korintustól. Azt mondja, hogy hálát adok az Istennek, hogy együtt dolgozunk itt, ahol én most vagyok, mert ott pár száz kilométerre odébb tudom, hogy ti szüntelen imádkoztok ezért a munkáért, és így együtt munkálkodtok velünk. Annak az imádságnak az erejét, hatását mi itt érezzük, meg a gyülekezet is, amelyikben dolgozunk. És győzelmek születnek itt azért, mert ti ott jóval odébb imádkoztok érettünk. Közvetlen munkatársaink vagytok, akik sose jártatok itt, azt se tudjátok, hogy ma éppen mi a gondunk, de imádkoztok értünk. Az imádság, mint munka, ami minden helyzetben elvégezhető. Nem kerülhet valaki annyira elesett, tehetetlen, erőtlen állapotba, hogy ezt a munkát ne végezhetné másokért. És nem tehetik annyira lehetetlenné, hogy beleszóljon áldásos módon mások életébe, hogy bele ne szólhatna az értük való komoly könyörgés által. Egyre inkább látom azt, lehet, hogy némelyeknek már unalmas, hogy az utóbbi hónapokban gyakran van szó az imádságról, de egyre jobban megmutatja Isten nekem azt, hogy milyen hallatlan nagy lehetőség az, hogy megengedi, hogy mi imádkozzunk. És milyen megbocsáthatatlan mulasztás a részünkről, hogy nem élünk ezzel a nagy lehetőséggel. Isten igéjéből tehát kiderül, hogy az imádság, a kegyesség egy része, a hívő ember örömének forrása, az Istennel való közösség ápolása, de munka is lehet. Bárcsak azzá válna minél többünk életében, így gyakorolnánk azt, ami egyszer majd a mi főfoglalkozásunk lesz az üdvösségben, a mennyek országában, a szüntelen való imádást, Isten dicsőítését, a benne való bizalmat. És bizony itt a mi gyülekezetünknek is nagyon nagy szüksége van arra, hogy minél többen velünk együtt munkálkodjanak az életünk való könyörgésben. A másik, ami már inkább alapigényből következik, hogy az imádság férfias munka. Említettem, hogy Pál az istentisztelet rendjéről szól itt ebben a fejezetben, és érdekes módon hangsúlyozza azt, hogy imádkozzanak a férfiak. Nem az asszonyok dolga csak az imádság. Nem a kisgyerekek és öreg asszonyok időtöltése, mint ahogy valaki egyszer mondotta nekem. Az férfias munka. Miért? Először is azért, mert Isten így rendelte. Tulajdonképpen ennek az érvnek elégnek kellene lennie számunkra. Mert Isten igéje ezt mondja. De azért indokolhatjuk még tovább is, hiszen nagyon világos érvek vannak emellett a Szentírásban. Azért, mert az imádkozás, az Isten imádása és a másokért való közbenjárás mindig jellegzetesen papi feladat volt. És a férfiaknak, mint papoknak az újszövetségi egyetemesség alapján ez Istentől kapott kiváltságuk, hogy imádkozhatnak. De nem csak kiváltságuk, hanem feladatuk is, ha tetszik, terhük is. A férfiaknak szélesebb a válluk. Arra Isten több terhet rak. És a hívő keresztény férfi tartsa oda mindkét vállát, azok alá, a terhek alá, amiket Isten rá akar rakni. Amikkel Isten megtiszteli őt, hogy hordozza azokat a terheket. Aztán tudjuk, hogy az imádság harc is. Egy alkalommal két vasárnap egymás után erről szóltunk tavaly nyáron, hogy milyen küzdelem, harc az imádság. És a harc, a küzdelem az mindig férfias tennivaló. És ha valaki büszke arra, hogy ő férfi, és csak férfias dolgokat hajlandó végezni, akkor vegye komolyan azt, hogy az imádság, az ige tanítása szerint első renden harcos, erős férfiaknak szánt megtisztelő feladat. És nehéz munka, és sokszor kemény küzdelem, amelyik során születnek az igazi győzelmek.
Így elgondolkoztam azon, hogy jó lenne, ha különösen a mi magyar népünk büszke férfiai komolyan vennék ezt. Eszembe jutott, hogy kisgyerek koromban sokszor elcsodálkoztam azon, ahogy bejöttek a kecskeméti templomba, ami derék magyarjaink, néhány pillanatig a kalapjukat az arcuk elé tartva álltak, és aztán elfoglalták megszokott helyüket. A mi atyánkot ritkán mondták együtt a férfiak a gyülekezettel, az imaórán pedig szinte soha nem láttam férfit. Az is természetes volt, hogy a gyerekek úgynevezett vallásos nevelése az az asszonyok dolga. Az nem férfi dolog. Megkérdeztem, hogy miért van ez így. Azt mondták, azért, mert a magyar ember személmes kisfiam. Aztán megkérdeztem azt is, mit jelent személmesnek lenni. És mikor megértettem, csodálkoztam azon, hogy a magyar ember miért csak a templomban személmes. Mert az élet egyéb helyein és helyzeteiben vajmi kevéssé személmes. Isten igéje azt mondja, hogy imádkozzanak a férfiak minden helyen. Mert ez elsősorban papi feladat, és ezt mi egyszer már tisztáztuk, hogy a Szentírás nagyon határozott tanítása, hogy a család papja, a család apja kell, hogy legyen, és következmények nélkül egyetlen keresztjén apa sem hanyagolhatja el a gyermekeiért és családjáért való komoly könyörgést, és komoly következmények nélkül egyetlen apa sem adhatja át senki másnak azt a tisztet, hogy övéinek és főleg gyerekeinek az élő Krisztusról beszéljen. És hogyha nem tud róla beszélni, akkor vonja le a konzekvenciákat. Akkor úgy látszik, hogy nem él az ő hite számára ez a Krisztus. Akkor úgy látszik, hogy ő nem veszi komolyan, hogy élő Krisztusunk van, aki éppen minket, férfiakat állított be első renden a bizonyságtevő szolgálatban, nem zárva ki az asszonyokat sem. De nem lehet áttestálni sem a család asszonyaira, sem a gyülekezet papjára a Krisztusról való bizonyságtételt. Ez első renden mindenkit megelőzően a család apjának a megtisztelő feladata. És egyben olyan kötelessége, amit Isten számon kér mindannyiunkon, akiknek megengedte, hogy egy családban férfiként szolgáljunk. Akarom pedig, mondja Pál, hogy a férfiak imádkozzanak minden helyen. A gyülekezetben is, a családban is, ebben a hitetlen világban, minden helyen, ahol olyan férfiak vannak, akik magukat keresztjénnek merészelik nevezni, tehát azt állítják ezzel, hogy ők krisztusiak, Krisztushoz hasonlóak, ez az elsőrendű feladatuk, hogy imádkozzanak. Hogy az imádság mennyire férfias küzdelem, arra nagyon szép példa a 2 Mózes 17-ből Izrael és Amálek küzdelmének a története. Arról van ott szó, hogy Izrael kénytelen megütközni az amálekitákkal, noha szeretné elkerülni a nyílt harcot, és félelemmel kezdik a harcot, mert nagy a túlerő. És akkor a következő munkamegosztás történik itt is. Józsué a katonákkal harcol lent a síkságon. Mózes pedig az imádság fegyverével harcol fönt a hegyen. És a lent folyó ütközet fordulatai teljesen attól függnek, hogy Mózes hogy imádkozik fönt. Amikor elfárad és abba hagyja, az amálekiták kerülnek felül. Amikor újra kezdi, és mondjam így nagyon közönséges szóval, rákapcsol, akkor Izrael kisebb ereje bizonyul erősen. És látják, hogy ez nem tréfa dolog, erősítés érkezik, még két férfi megy fel a hegyre, és Áron és Hur tartják Mózes karjait, hogy ha belefárad az imádkozásba, akkor is folytassa tovább. Három férfi harcol fönt, és lent a sereg ajándékba kapja Istentől a győzelmet. Nem tréfa dolog az, amit Isten az imádságról mond. És aki ezt a fegyvert kihagyja a maga küzdelmeiből, ne csodálkozzék, ha vereségek, csődök, kudarcok kísérik az életét. Férfias küzdelem az imádkozás, a komoly imádkozás, az ilyen elszánt, hittel való imádkozás, mint amiről ez a történet is szól. Alapigénk harmadik megállapítása az, hogy ennek a munkának feltételei vannak.
Akarom pedig, hogy imádkozzanak a férfiak minden helyen, tiszta kezeket emelvén föl. Vannak bizonyos műveletek, amiket nem lehet akármilyen kézzel elvégezni. A legkisebb műtét előtt is be kell mosakodnia az orvosnak. Senki nem kezd sütéshez, főzéshez úgy, hogy azért nem nézi meg, hogy mégis milyen a kezes, legalább leöblíti. Imádkozni sem lehet akárhogyan. Az Ézsaiás könyvében van egy megdöbbentő ige, amiről szintén volt szó néhány hónappal ezelőtt, ahol azt mondja Isten, hogy jöttök az én házamba, és imádkoztok, és csodálkoztok, hogy nem hallgatlak meg titeket, hiszen véresek a kezeitek. És mondom néktek, hogy ha megsokasítjátok is az imádságot, hiába nyújtjátok ki a kezeteket, én meg nem hallgatom. Nem különös, Isten ígéretet tesz arra, hogy meg nem hallgatom az imádságotokat, mert véresek a kezeitek. És utána következik ez, hogy tisztuljatok, mosódjatok meg, és ott van ez a gyönyörű ige két verssel később, hogyha bűneitek skarlátiosak, hófehérré lesznek, és ha vérszínűek, mint a karmazsin, olyanok lesznek, mint a gyapjú, és akkor aztán lehet imádkozni. Így lehet imádkozni. Eközben meghallgattatik az imádság. De szennyes kézzel nem hallgatja meg az Isten. Különös ez a megállapítás, amit itt az apostol mond, hogy tiszta kezeket emelvén föl. Az első keresztjének átvették az ősi zsidó imatartást, az előre nyújtott, vagy a felfelé tartott karokat, nyitott, ég felé tartott tenyérrel. Ez volt az ősi imádkozó tartás. Azt jelentette ez, hogy áldásodra én kész vagyok. A 138. zsoltárban van ez a sor. Áldásodra én kész vagyok. Nincsen semmim. Üres a kezem. Tudom, hogy te vagy a gazdag Isten. Azzal a bizalommal jövök eléd, hogy kérek szépen ajándékot. Nincsenek használható megoldásaim, nincsenek igazán jó gondolataim. A magam ürességét tárom eléd őszintén, minden magyarázkodás nélkül. Tölts meg engem, mert üres vagyok. És benne van ebben a tartásban ez a bizalom is, hogy amit kapok, azt fogadom el. Nem megrendelést nyújtok be. Itt vagyok, szinte némán, és várom a te áldásodat. Te jobban tudod, hogy mi kell nekem, Istenem. A teljes bizalomnak, a teljes nyitottságnak, a teljes Istenre hagyatkozásnak a gesztusa volt ez. És éppen ezért derül ki belőle, hogy nem csak egyfajta külső testtartás, hanem egy bizonyos belső magatartás is tükröződött ebben. Tudnélik, éppen ez az alázat, hogy nekem nincsen semmi. Legalábbis amire most nagyon szükségem lenne, az nincsen. De jövök hozzád. Atyám, te jól tudod, hogy mire van szükségünk, mielőtt még kérnénk tőled. Te atya vagy. Szeretsz minket. Bízunk abban, hogy annak ellenére szeretsz, hogy ilyenek vagyunk. Ajándékozz hát meg bennünket. Ez a bizalom, ez az alázat, ez a nyitottság tükröződik ebben az imatartásban és a mögötte lévő lelkületben. Erre mondja a közgondolkodás azt, hogy ez nem férfias magatartás. A férfi az kezdeményező, aktív, tudja, hogy mit akar, megszerzi magának, amire szüksége van, ha kell bármi áron, nem válogat az eszközökben, nem érdekes, hogy kifizeti meg az árát, ez a férfias magatartás. Isten igéje azt mondja, hogy van ebben sok igazság, de az Isten előtti igazi férfias magatartás az, hogyha olyan erős az a férfi, hogy még önmagán is felülkerekedik, ha képes még önmagát is megalázni Isten előtt, ha olyan bátor és merész, hogy merészen Istenre bízza a megoldást, ha nem ez vezeti, hogy kezembe veszem a dolgokat, hanem az, hogy kezedbe teszem az én ügyemet. Ez az igazán férfias magatartás Isten igéje szerint, ehhez több bátorság, gazdagabb emberség, nagyobb merészség kell, több világosság, nagyobb áttekintés, tágabb látókör. Az az ember, aki erre képes messzebb lát, az a láthatatlanokat is látja. Az tudja, hogy nem csak azt fogja elérni, amit ő ki tud harcolni, hanem azt is meg fogja kapni, amit ajándékként képes elfogadni. Isten igéje azt mondja, nem csak a munka és a fáradás,
hanem a férfias várás is Isten gyermekeinek az erénye. Amikor megteszem, ami az én dolgom, és hittel, bizalommal várom, amit ő ígért. A feltartott kezek magatartása mögött ez a meggyőződés is meghúzódik. De van a feltartott kezeknek egy jelzője is itt. Tiszta kezeket emelvén föl. Tiszta kezeket. Két tévedés jó lenne, ha mindjárt kiküszöbölnénk. Az egyik az, amiben a Jézus korabeli kegyesek estek, hogy ez egyfajta külső tisztálkodást jelent, hasonlóan más némely vallásokhoz, ahol bizonyos rituális mosakodásoktól függött az, hogy érvényes-e az utána következő istentisztelet vagy nem. Jézus erre legyintett, és azt mondta, hogy nem az fertőzteti meg az embert, amit megeszik, hanem ami kijön a szájából, mert a szívből származnak a gonosz gondolatok és beszédek. A másik tévedés pedig az, hogy szóval, ha tiszta kezeket kell fölemelnünk, akkor kimehet oda Istenhez. Erkölcsi értelemben kinek tiszták a kezei? Ez azt jelenti, hogy akkor bűnös ember nem mehet. Ha én a múlt héten valami olyat csináltam a kezeimmel, vagy átvitt értelemben, ami Isten parancsaiba ütközik, akkor nem merjek imádkozni? Nem erről van szó. Kicsoda imádkozhatna akkor? Hanem arról van szó, hogy ezzel a bűnbánattal megyek oda, hogy Uram, már megint bemocskoltam a kezeimet. De engem zavar az, hogy mocskosak a kezeim. És tudom, hogy egyedül te tudsz engem megtisztítani. Jövök hozzád szennyes kezeimmel, hogy tisztítsd meg azokat, mert én nem akarok ilyen maradni, mint amilyen vagyok. Ha az ide vonatkozó igéket sorba nézzük, akkor ez derül ki azokból egyértelműen. Tiszta keze senkinek nincsen. De mindenkinek lehet megtisztított keze. És éppen ez az imádság egyik nagy áldása, hogy miközben kezdem mondani azt, ami bennem van, rájövök arra, hogy mi is van én bennem. Mennyi sötétség. Beragyog Isten világossága az én szívembe, miközben kezdem neki mondani annak a tartalmat. És a végén már mást mondok. Legalább az utolsó mondat valamiképpen így hangzik majd, hogy mindazáltal ne úgy legyen, ahogy én akarom, hanem ahogy te. Megtisztult az akaratom közben. És hozom oda hozzá a bűneimet, és egyszer csak átélem azt, hogy Jézus Krisztusnak, az ő fiának vére megtisztít engem minden bűntől. Ezen a héten valamiben nagyon engedetlen voltam Istennel szemben. És teljesen kétségbe estem, hogy mi lesz most. Itt van ez a mai nap, reggeltől estig szolgálnom kell ma. Hogy tud egy ilyen alak szolgálni? Hogy törhet át az Isten tiszta igéje egy ilyen szennyes szíven? És ismét átéltem ennek a valóságát, hogy ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz, hogy megbocsássa bűneinket, és megtisztítson minket minden hamisságtól. Nincs odaírva az, hogy kivéve ezt vagy azt. Ilyen gazdag az Isten. És az én tisztátalan kezeimet így emeltem hozzá, és így tisztította meg újra azokat. Nem tapasztalhatja meg. Jézus egyszer mondott egy példázatot, amelyikben szerepelt egy farizeus, aki elment a templomba és imádkozni kezdett, és azt mondta, hogy köszönöm, hogy én azért mégse vagyok olyan, mint ezek itt körülöttem. Mert én böjtölök, meg bézsmát adok, meg adakozom, meg betartom a törvényt. Neki volt valamije. Ő nem üresen tartotta a kezeit. Ő hozta a maga vallásos kincseit, és fölmutatta Istennek, hogy nézd meg, milyen gazdag vagyok. És mivel így tartotta a kezeit, nem lehetett beletenni semmit. És jött a vámszedő, aki ennyit tudott makogni mindössze, hogy Isten légy irgalmas nékem bűnösnek. Azt mondja Jézus, hogy ez megigazulva ment haza. Ez ott hagyta a bűneit, és az üres kezébe beletette Isten az ő igazságát. A bűnbocsánat ajándékát. Igazán férfiasan az imádkozik, akinek az imádsága alaphangja mindig ez, jövök semmit nem hozva, keresztetbe fogózva, mesztelen, hogy felruház, árván, vízva, hogy megszánsz, nem hagy a bűn pihenést, mosd le, ó, mert megemészt. Akinek hagy a bűn pihenést,
aki teljes nyugalommal, békésen együtt él a bűneivel, az nem megy megigazulva alá az ő házába. De van olyan is, hogy valaki így megy oda Isten elé, és közben válik nyugtalanná, és nem hagy a bűnneki pihenést. De mihelyt ezt ki tudja mondani, hogy mosd le, ó, mert megemészt, Jézus Krisztus vére megtisztítja őt minden bűntől. És itt most hadd mondjam testvérek azt, hogy függetlenül az imádsággal kapcsolatos minden kérdéstől, függetlenül attól, hogy érti-e valaki ezt, hogy szüntelen imádkozni, meg hogy az imádság munka, meg férfias munka, vagy nem érti, meg függetlenül attól, hogy melyikünk hogy szokott imádkozni, ez az igazság önmagában is megáll. Ha valaki így közelít Istenhez, hogy Isten légy irgalmas nékem bűnösnek, az megigazulva megy haza. Az más élettel folytathatja tovább. Az valami újat kapott. Az magát, Istent engedte be az életébe. Tiszta kezeket emelvén föl, mindezt jelenti. És végül azt mondja ez az ige, hogy van az imádság munkájának akadálya is. Csak valami nélkül lehet jól imádkozni. Tiszta kezeket emelvén föl, írja Pál, harag és versengés nélkül. Harag és versengés jellegzetesen férfi bűnök. A harag, haragtartás, bosszúvágy, keménység, megkeményedett szív. Aztán ez a versengés, ez egy rendkívül gazdag jelentésű görög szó. Ilyeneket jelent, hogy okoskodni, kételkedni, fölényesen vitatkozni, nagy elvi vitákat kezdeményezni, magamat többnek tartani, a másik fölé, meg az igazság fölé kelkedni, én döntöm el, hogy jó vagy nem jó, igaz vagy nem igaz, belekötök akkor is, hogyha igaznak látszik. Ez a kételkedés, ez a versengés jellegzetesen férfi bűn. Azt mondja az ige, hogy harag és versengés nélkül lehet igazán imádkozni. Volt-e valaki, aki tudott így imádkozni? Minden helyen tiszta kezeket emelvén föl, harag és versengés nélkül. Olyan jó, hogy elmondhatjuk, hogy volt. Férfi volt. Az Ézsaiási profécia így jellemezte őt, hogy fájdalmak férfia. Aki úgy tárta ki a kezét, hogy oda lehetett szögezni is a keresztfához. Ezek tiszta kezek voltak. Csak ezek voltak. Természettől fogva egészen tiszta kezek. És ebben a férfi szívben nem volt harag egy csöpp sem. Haldokolva is az ellenségeiért imádkozott. Annyira férfias volt, hogy ki tudta mondani ezt: Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, hogy mit cselekszenek. És mindenféle versengés, okoskodás, kétkedés nélkül ezzel a mondattal folytatta: Atyám, a te kezedbe teszem le az én lelkemet. Egyedül ő tisztíthatja meg a mi kezünket, a mi szívünket. Egyedül ő szabadíthat meg attól a sok haragtól, keserűségtől, versengéstől, ami ott van bennünk, és megrontja a mindennapjainkat, az emberi kapcsolatainkat, és lehetetlenné teszi az igazi imádságunkat. Egyedül ő formálhat minket új emberekké. Itt kapcsolódik ez az üzenet a múlt vasárnapihoz. Ha valaki eljut oda, hogy nem tudok szeretni, őtőle kaphat szeretetet. Ha valaki lemondott már arról, hogy tovább lehet folytatni, őtőle kaphat új erőt. És ha valaki minden jó szándéka ellenére sem bízik már abban, hogy újra lehet kezdeni egy sokszor elrontott kapcsolatot, akkor ő azt mondja, hogy újat lehet kezdeni. Tiszta kezeket emelvén föl, harag és versengés nélkül. És akkor kiárad az ő ereje, a
akkor megjelenik ő az életünkben, akkor élünk többé nem mi, hanem él bennünk a Krisztus. Csak ugyan nem lehet ránk ismerni. Ilyen távlatai vannak az imádságnak. Imádkozzunk. Olyan sok minden összetöltés beszennyeződött már a mi kezünkben, Istenünk, és mégis mindig újra büszkén ezt halsogjuk, majd én kezembe veszem. Kezünkbe vettük ennek a teremtett világnak a sorsát is, és kezdjük látni ilyetten, hogy mit csináltunk belőle. Isten, légy irgalmas nékünk bűnösöknek. Köszönjük, hogy ezek után is, ilyen messziről is kiálthatunk te hozzád. Szabad imádkoznunk. Messze földről, nagy ínségből, és a mi szavunk elhat hozzád, és soha nem marad válasz nélkül. Dicsőség ezért néked. Úrunk, kérünk mi is, hogy taníts minket imádkozni. Szabadíts meg a szép szövegeinktől, és taníts meg őszintén eléd állni. Könyörülj a görcsbe merevedett öklünkön, és az, hogy felfelé tudjuk tartani a nyitott tenyerünket. Bízva abban, hogy te megszánsz, és hogy amit te adsz, az mindig jó ajándék. Kérünk, hogy indíts minket férfiakat arra, hogy legyünk a család papja is. Hogy a gyülekezet terheit is tudjuk hordozni. Hogy a te ügyed állandóan ott legyen a mi imádságainkban. Kérünk, hárítsd el mindannyiunk életéből azokat az akadályokat, amik miatt nem tudunk imádkozni. Bocsáss meg a mi formális imáinkat, amikor imádkoztunk, és utána ugyanott és ugyanúgy folytattuk, mint előtte. Amikor nem akarunk lényegében változni. Vagy magunk sem hisszük már, hogy alapvetően másokká lehet. Növeljed a mi hitünket, hogy lehetséges. Te, aki a halottból élőt támasztottál, minket is meg tudsz eleveníteni, Jézus Krisztus. Könyörgünk hozzád azokért, akiknek a sorsát többé-kevésbé ránk bíztad, vagy akikért mindenestől minket tettél felelősenké. Hitvesünkért, gyermekeinkért, szüleinkért, könyörgünk hozzád ellenségeinkért és rosszakaróinkért, hogy tudjuk őket szeretni. Könyörgünk hozzád a gyülekezetért, szaporítsad azt az üdvözülőkkel. A te evangéliumodért legyen annak ereje és hatalma, hogy sokakat elsegítsen a halálból az életre. Rád bízzuk a mai napunkat, a most következő hetünket. Taníts minket a te akaratodat teljesítenünk, mert te vagy Istenünk. És a te jó lelked vezéreljen minket az egyenes földön. Amen. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen.